Sziasztok! Folytatjuk a CitizenCon összefoglaló videósorozatot a negyedik résszel, a kolóniákkal. A kolóniák fontos részei lesznek a világnak, ahol az emberek szociális interakcióba vagy harcba is keveredhetnek. Már egy ideje dolgoznak a felszíni épületeken, a tervezési szempontok között a moduláris épületek szerepeltek, amelyek feladata elég egyértelműen behatárolt. Továbbá meg kellett határozni, hogy milyen megjelenésük legyen, milyen hangulata legyen a településeknek. Chris Roberts elképzelése, hogy ezeket az épületeket a játékosok is használhatják, így meg kellett oldani, hogy az otthonok vagy az üzletek valódi egyedi élményt nyújtsanak. Technikai oldalról kellettek olyan eszközök, amelyekkel az épületeket a talajba illesztették, jobban, mint ahogy azt a Stantonban csinálták, ahol oszlopokon állnak az épületek, és így minimális kapcsolatuk van a talajjal. A tervezés során készítettek egy hosszú listát, hogy mire van szükség a lakóépületeknél, a mellék- és védelmi épületeknél, vagy mi kell a közműhöz, az energiához, oxigénhez és egyéb létfenntartó rendszerekhez. Az ide tartozó épületeket pedig úgy tervezték meg, hogy vizuálisan egy stílust képviseljenek, egy egységet alkossanak. A tervezés során elkezdtek készíteni izometrikus képeket az épületekről, amelyek segítettek elképzelni, hogy hogyan néznek majd ki azok a településen, hogyan illeszkednek egymáshoz. Most nézzük a kolóniai épületek külső megjelenését. Az épületek tervezésének első lépéseként különböző egyszerű formákat rajzoltak meg. Ezeket a formákat ötvözni is lehet, ahogy a videóban is látszik. Ezután a különféle bejáratokat nézhetjük meg. Vannak köztük garázsok és kisebb bejáratok is az embereknek. Rájuk közelítve pedig látszik, hogy hogyan reagálnak a környezetre a megfelelő méretben, de megnézhetjük, hogy hogyan néznek ki az épületek távolról is FPS nézetben. De nem csak a bejáratok készültek, hanem kisebb részletek is. Például az önálló napelemek egyik első verziója, vagy a tetőre telepített változatuk. Hátrébb további elemek láthatóak, amelyeket rá lehet pakolni az épületekre. Készülnek kisebb méretű épületek lakóházaknak, lesznek nagyobb közösségi épületek vagy másodlagos építmények, például ez a rádiótorony, vagy a hűtőegységek, amelyeknél feltételezhetjük, hogy a föld alatt folytatódnak, így védve azokat a bolygó elemeitől. De az épületek utalhatnak olyan dolgokra is, például, hogy földművelésből élnek a településen lakók. Ezután jönnek a tárolóhelyek, ahol oxigént, vizet vagy különféle gázokat tárolhatunk. A következő épületek egészségügyi jellegűek, az építőanyaguk általában beton, ahogy a többi épületé is. A következő lépésben olyan raktárépületeket látunk, amelyek nem egy, hanem több kis épületre vannak szétosztva. Ebben az esetben a tárgyakat a település különböző részein lehet tárolni. Ez csak pár példa volt a sok-sok modulra, amit készítettek. Amit most látunk, az egy nagyon korai verziója egy finomítónak. Ezeknek a terveknek a lényege, hogy ki tudják választani közülük azokat, amelyek igazán jól fognak mutatni egy kolónián. Ezután nézzük az épületek belsejét is. Az épületek belsejének tervezése valamivel egyszerűbb volt, mivel tudták, hogy milyen főhelyiségekre van szükség. Az első a közösségi tér, ahol összegyűlhetnek az emberek, itt nyitott konyhák, székek és tágas ablakok kaptak helyet. De szükség van még lakrészekre, mosdókra is. A hálószobában tényleges ágyak lennének, semmi sem lenne előre gyártott. Olyan hatást akarnak elérni, hogy a játékosok azt mondják, hogy igen, tudnék itt lakni hosszabb ideig is. Ezektől eltérő stílust képviselnek a műszaki helyiségek a különféle munkálatokhoz. A részletekkel azt próbálták elérni, hogy a helyiség azt sugározza, hogy van már története és egy ideje ott áll, nem feltétlenül a legújabb technológiát alkalmazzák. Végül következik a harmadik fő stílus, a mérnöki helyiségek. Ide tartoznak az energia és gépházak és a javító műhelyek. A különböző fő stílusok elkészítésével biztosítani tudták, hogy azok jól mutassanak együtt, és nekiláthattak annak, hogy meghatározzák a település hangulatát, hogy milyen emberek is laknak ott. A behatárolást egy háromszögben lehet elképzelni, aminek a sarkaiban a független, a vállalati és a bűnöző elemek állnak, a lakók pedig valahol ebben a háromszögben helyezkednek el. A tervezési folyamat során először a független lakosságra koncentráltak. Olyan hangulatot akartak elérni, hogy a városba érve azt érezzük, hogy ez egy régóta itt álló település, az ott használt technológia már elavult, például használnak mobiglaszt, de annak egy régebbi verzióját. A térképen lévő fontosabb pontok kijelölése során meg kellett határozniuk, hogy milyen településeket szeretnének, például egy bányásztelepet, majd hogy az független-e, vagy esetleg törvényen kívüli. De a Pyro 2 esetében tekintettel arra, hogy azt nagy üzemben bányázták, előfordul, hogy egy régebbi vállalati épületet használnak, de már független vagy törvényen kívüli lakók. Az ilyen településeknél fontos volt azt is kitalálni, hogy a lakók vajon hogy díszítenék fel az épületeket.
Nagyon hasonló ehhez a törvényen kívüli települések megjelenése is, fontos, hogy hogyan látható, hogy az melyik bűnbandához tartozik, vagy akár látszik-e még annak a jele, hogy azt korábban megszállták. Végül hátra van a vállalati megjelenítés, amit még ki kell dolgozniuk, itt várhatóan a márkajelek tűnhetnek fel, de elképzelhető, hogy a lakók bizonyos fajta egyenruházatot is viselnek, ami utal az általuk képviselt cégre. Az egyik érdekes településforma a kereskedelmi település lesz, mivel a határvidéken vagyunk, ezért a pénz értéktelennek tűnhet, inkább a cserekereskedelem működik. Ahogy a képen is látszik, a település körül elhelyezkedett áruk nagy része már szinte szemét. Ezen a vidéken nem igazán számíthatunk gyári csomagolású termékekre. A kintárolt termékek egyből utalnak arra, hogy egy kereskedelmi településről van szó, és ebből következtethetünk az ott lakókra is, a kereskedőkre. Itt személyesebb interakciókra számíthatunk, nem olyan eladókra, mint a Stantonban, akik egy-egy márka boltjában végzik a munkájukat. Most pedig nézzünk be egy kicsit a tervezési szakaszba. A feladat az volt, hogy meleg hívogató belsőt készítsenek. Ehhez ebből a Christian Doretz által készített látványtervből indultak ki. Rengeteg információval rendelkeztek már a belső térről és a különféle helyiségekről. Például a közösségi tér a pihenésre és a közös étkezésekre való. A hálószoba a magányos kikapcsolódásra, alvásra, a géptermek, amelyek az épületeket működtetik, a technikai helységek, amelyek a munkafolyamatok elvégzéséhez szükségesek, a bejáratok, ahol különféle dolgokat, valamint a kintléthez szükséges felszerelést tárolhatjuk. A fentiekről rendelkeztek tervekkel is, ami segítette elrendezni a belső tereket. A közösségi terekre a köríves elrendezés jellemző, a közepén lehet lámpa, ventilátor vagy bármilyen más tárgy, ami jól illeszkedik oda. A helyiségre jellemzőek a nagy ablakok. A tervek után elkészítették a szoba 3D verzióját, ezt követte egy 2D-s magassági terv, ami biztosította a tárgyak megfelelő arányait és méreteit, valamint azt, hogy azok illeszkedjenek egymáshoz. A rendelkezésre álló adatokból ezután elkészítették a különféle tárgyakat, amelyekhez a legkisebb részletek is rendelkezésre álltak. A fenti folyamatot követték a többi helyiségnél is, így a hálószobáknál, a létfenntartást biztosító géptermeknél is, valamint a technikai helyiségeknél. Biztosra akartak menni, hogy a technikai jelleg felismerhető, ezért sokat kísérleteztek a színekkel. Az otthonossághoz elengedhetetlenek a mosdók is, ahol ötvözték a kolóniai stílust a modern dolgokkal. Végül nézzük a bejáratokat, ahová először lép be a játékos, és ez meghatározza az épület általános hangulatát. Ezzel a rész végére értünk, a következő videóban a CitizenCon során bemutatott gameplay-jel foglalkozunk. Hosszú és eredményes életet! Stilinski? 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 Good job, Stilinski! Yes, good job, Stilinski. So